vagyunk a következő mérkőzéssel, 3 perc csúszással, semmi probléma. Aki most szervál, és aki hatalmasat pörget, az nem más, mint a belga színetben versenyző Florian Van Acker. Nyilván hallgató fiatalember, 3-0-ra vezet, ellenfele nekünk háttal a most szerváló Garip Alkász Törökországból. 11-es kategória, tehát a legenyhébben sérült kategória, általában szellemi sérültek játszanak ebben a kategóriában. Mind a két fiúnak volt már egy mérkőzése. A török versenyző kikapott 3-2-re, egy japán versenyzőt dönt össze 10-re, és szintén a japán versenyzővel játszott Van Acker, ő dönt össze 9-re, nyerni tudott. A képlet nagyon egyszerű, közben 5-1-re vezet már a belga, aki nyer, az bizony tovább jut. Hiszen ugye eddig 3-2-es szett arány van csak, aki nyer. Ugye 3-2-nél van a probléma, akkor poén arány számítás. Amelyikük nyer, 3-1-re, az tovább jut elsőként. Úgyhogy ilyen szemmel is kell nézni ezt a mérkőzést. Ugye az előző is ilyen volt, kiki mérkőzés volt, akkor Kenetbe tisztán tovább jutott a győzelmével. 9-2 helyett 8-3, török fiú 3 pontot csinált ebben a szedben egyelőre. Ahogy néztem itt a programot egyébként, miközben 8-4, több mint valószínű, hogy a félötös mérkőzésünk egy brazil és egy horvát fiú küzd majd meg egymással 6-7-es kategóriában. Bocsánat, hölgyekről beszélek, elnézést. Utána már egyenes kieséses mérkőzések lesznek különböző kategóriákból, úgyhogy egyelőre félöt utáni mérkőzésekről nem tudok beszámolni, ha csak valami változás nem történik, és nem raknak be csoportmérkőzést 5 órára. Ez majd úgyis kiderül, addig is ugye mostani mérkőzésünk a 3:30-es, majd 4-től egy horvát és egy olasz versenyző csak össze. Fél 5-től is van csoportmérkőzés. Hát, aki szeretne főtáblameccset nézni, az 5 órától biztosan tud majd. 9-5-re vezet a belga fiú. Hogy rakta vissza laposan a török játékos Garip Alkász. Közben Berezki Zsolti 3-0-ra tudott nyerni, látom, hogy félszemmel kvalifikálta magát a főtáblára. Gyönyörű szép pörgetése, 10-6, ellentmondás nem tűrően játszik a belga játékos. És végés az első szetnek. Viszonylag, azt akarom mondani, hogy szoros, viszonylag sima volt az első szett. 11-7-re nyeri a belga játékos Florian Van Acker. Innen folytatjuk mindjárt a második szettel.
fiúk megkapták a tanácsokat, és itt kifújták magukat, és ezután folytatódik tehát a második szettel a mérkőzés. Nekem olybár tűnik, hogy sokkal nagyobb, sokkal jobb erőt képvisel az ellenfele. Úgyhogy lehet, hogy itt azért simán megnyeri ezt a mérkőzést, ha csak nem engedik ki a kezei közül, vagy nem lesz könnyelmű, 4-1-re vezet. Úgyhogy láthatjuk, hogy a török fiúnak a fonákán szemcse van. Nagyon laposan tudja visszaadni ezeket a pörgetéseket, de hát egyelőre nem olyan nagy fegyver ez. Szerva fogadás, 6-2. Gyors oldalváltás fonákkal. Sima mérkőzést láthatunk tehát. Így akkor tiszta lesz a képlet teljes mértékben, mert hogyha a belga játékos megnyeri ezt a mérkőzést, akkor 2 győzelemmel tovább jut, török pedig 2 vereséggel kiesik, és a japán fiú, aki még tovább jut második. 9-2 most már. Gyönyörű szép fenyves pörgetés. 10-2. Húha! Azt a mindenit mit eleresztett. 11-2, 2-0. Mondanám no comment, de hát ez a dolgom. Innen folytatjuk. Jó kis szervával kezdi a harmadik szettet a belga versenyző. Lesz ennél érdekfeszítő mérkőzés, hogy ne aggódjanak hölgyeim és uraim. Főleg, hogy ha szépen haladunk előre az időben. Miközben szépen csordogál a harmadik szettünk. Elmondanám, hogy 4 órától egy horvát és egy
olasz versenyző. Lánzamis, hát még már láttuk ugye délelőtt, ellenfele pedig Gregorovics Vjakovska, nagyon jó neve van, horvát versenyző, 12. a világranglistán. Ugye most 6-os kategóriáról beszélünk, kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre. Remélem, hogy önök is fél öttől Simone Vieira Brazíliából, valamint Pavlovics Sandra Horvátországból. Brazil hölgy 13. a világranglistán, érdekes lesz megtanítani. És ezután majd, ugye amit mondtam, hogy valószínűleg főtábla mérkőzések jönnek, ott ugye majd a sorsolás elkészül és az új program is. Úgyhogy egészen, ha jól tudom, most a fél héttől is még kezdődik egy mérkőzés. Hát nemes egyszerűséget tönkreveri ellenfelé, de ilyet nem szoktunk mondani, de az, hogy 2-0-8-0 az mindent elárul. Pillanatokon belül vége a mérkőzésnek, ugye amit mondtam, 4 órától van a következő mérkőzésünk. Az ülők kategóriájában is mennek délután a harcok, a mérkőzések, a helyezésekért, még ott is egy-két csoportmérkőzés lemegy, és utána már a győzelemért és az érmekért mennek a mérkőzések a különböző kategóriákban. Jó pörgetés, 9-1 az eredmény. Hát szerintem még, hogyha ebben a kategóriában, ugye a 11-esben látunk még ilyen mérkőzést, a döntő környékén Fanárkára számíthatunk. Reméljük, hogy Pálos Peti is ott lesz a legjobbak között és továbbít a csoportból. Kíváncsi lennék egy Pálos Fanárkára. 10-3. Egy-két becsületpont még becsúszik a török fiúnál. Hát ennyit jelent, hogy ennyivel előrébb van a ranglistán. ...11-3-3-0... Van Akker Karp Olkasz 3-0, 4 órakor folytatjuk.